még mindig várják a 12 ezer forintos fa fűtés támogatást azok, akik nem gázzal fűtenek. A választások előtt kapott minden távfűtéses, illetve földgáz használó háztartás kompenzációt, de azóta is csak várják a fát vagy szenet használók a kiegészítést, eddig még nem érkezett hozzájuk pénz. Most a legújabb információk szerint október közepétől lehet majd igényelni ezt a támogatást. A Zala-megyei Kerecsenyben eddig nem csak a támogatásról, hanem annak igénylési módjáról sem tudnak semmit. A kistelepülés vezetője azt mondja, hogy egyelőre nem történt semmi. Hivatalosan nekik senki semmit nem szólt arról, hogy miként juthatnak hozzá az emberek a segítséghez. Ugyanott tartunk, mint ezelőtt. Igazándiból sok előrelépést nem tudok az ügyben. A falusi emberek még mindig nem kapták meg a 12 ezer forintjukat az ügyben, hogy a tűzifalval tudják, vagy a tűzifa támogatásokat megkapják a téli tüzelőre. A támogatásból a fűtési szezonban több napig lehetne a fát finanszírozni. Azért egy hetes tüzelő az a fékőméter, ugye 12 ezer forint. Hát szeretnénk minél előbb, hogy megkapjuk, mert ugyanis itt dolgozok az önkormányzatnál, kevés a jövedelem, ennyi segítség is többet érne, hogyha megkapnánk. A Nógrád megyei Ludányhalásziban sem jobb a helyzet, itt sem tudnak az érintettek arról, hogy mikor juthatnak a támogatáshoz. Már fél éve, vagy talán több ideje is ígérgetik, csak hogy fogunk pénzt kapni. A gyerekek itthon alig esznek, nincsen semmire új kiadásunk, kérem, ennyi fánk van. Ígéretet kapunk, de ebből nem látunk semmit, kérem. Hát vártuk a pénzt, hogy vegyünk fát, de nem jutott, nem adták meg azt, amit a kormány ígért, hogy adja a 12 ezer forintot, és nagyon fagyoskodtunk. Lapértesülések szerint most egy újabb határidőt helyeztek kilátásba, de szerint október 10-e után igényelhetik a támogatást azok, akik fával, szénnel fűtenek. Ezt az információt azonban egyelőre a települési vezetők sem tudták megerősíteni.